Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a műsorsorozatunkat, amelyben visszatekintünk az 1990-es önkormányzati választásokra. 1990. június 27-én írtunk, amikor Göncz Árpád köztársasági elnök a parlamenti pártokkal folytatott konzultáció után szeptember 30-ára, illetve október 14-ére tűzte ki az önkormányzati választások időpontját. Az országgyűlés egyébként ebben az esztendőben fogadta el a helyi önkormányzatokról szóló 65-ös törvényt, amely tartalmában már követte az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit, elismerte és védte a helyi közösségek önkormányzathoz való jogát. Így határozták meg egyébként, hogy röviden az országgyűlés támogatva a helyi közösségek önszervező önállóságát segíti az önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtését, előmozdítja a közhatalom demokratikus decentralizációját. Ez a rövid története a választásoknak, és hogy mi minden történt Székesfehérváron, ezt a mai adásunkban megtudhatjuk. Vendégeim Jungbert Béla, tisztelettel köszöntöm, és Farkas László. Köszönöm, hogy itt vannak és megtiszteltek bennünket. A 16-os, illetve a 8-as választókörzet, és 7-es választókörzet akkori képviselői. Nos, hát hosszú időnek kellett eltennie ahhoz, hogy ugye 1949-ben volt az utolsó önkormányzati választás hazánkban, és ez egy óriási lépcső volt. Miként fogadták a hírét, hogy találták meg önöket, hogy történt a jelölés? Egy kicsit beszélgessünk erről. Hát ehhez korábbra vissza kell nyúlni. Ez, én nem csak a nosztalgikus élmények, és nem csak a 30 év távlatából indulnék ki, hanem abból, hogy mindannyian, én megkockázhatom, nem csak a fehérváriak, az egész magyar társadalom, egész Kelet-Európa politika értelemben az átalakulás, a rendszerváltás eufóriájában élkor. Ez nem csak egy olyan önkormányzati választás volt, amire most emlékezünk, amilyen időközönként aztán 4 évente volt. Ekkor valóban egy világ megváltozott, és ennek követésére készültünk, arra, hogy készek és képesek legyünk arra, hogy élni tudjunk ezzel a fantasztikus lehetőséggel, hogy Magyarország visszatér a szabad országok körébe. Ami személyemet érinti, hát a Monori találkozó, a Lakitelki találkozó, az MDF-ből indulás, talán ezek az előzményei és részben válasz arra a kérdésre, hogy hogyan kerültünk ide. Hát messziről. Földrajzi értelemben, személyemben Erdélyből települtem át. A Buzalban dolgoztam régészként. A közéletiség mindig érdekelt volna, de ehhez valahogy esélyem, és hogy mondjam, gyomrom sem volt, vagy lett volna a rendszerváltás hiány. Azonban, amikor hálával és köszönettel emlékezve Kelemen András meghívására, vele együtt részt tudtam venni Lakitelkén, valami történt az életemben. Megéreztem, megértettem, hogy itt valami változik, itt valami radikális dolog történik és készül, és ennek részesévé kell válni. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy nem az önkormányzati választások előtt kezdtünk el csoportosulni, találkozni, szerveződni, hanem különböző indítatású, háttejű emberek gyűltünk össze, és terveztük, beszéltük, készültünk a jövőre. Annyira más volt az az időszak, mint a mai, hogy megkockáztatom, hogy a későbbi városi, akár a fideszes elitnek egy része is ezekben az időkben, több személy tudnék mondani, akik ugyanúgy az MDF-ből indultak, akár csak jó magam, sokáig egy nagyon furcsa jelenséget éltünk meg büszkén és boldogan, a kettős tagságét. Kettős tagsággal rendelkeztünk, MDF és SZDSZ tagsággal, és ez egészen úgy az országgyűlési választások idejéig, 1990 tavaszáig ez vállalható is volt. Akkor kerültünk egy olyan választó kényszer elé, hogy valamire dönteni kell. Ami engem és barátaimat illet, mi úgy éreztük, hogy abban az időben az SZDSZ volt a legradikálisabb, legkonzekvensebb értelmiségi hátterű rendszerváltó párt. Természetesen sok szempontból elvi közös platformon voltunk MDF-es barátainkkal, de úgy éreztük, hogy
főleg amikor ugye az első Antal kormány megkezdi működését, minden tiszteletünk és rokonszenvünk ellenére, látva időnkénti csetléseket, botlásokat, útkereséseket, úgy éreztük, hogy egy radikálisabb formáció, az SZDSZ lesz az, amelyik hát ugye a négyigenes népszavazás kezdeményezésével, az ellenzéki kerekasztal idején történt szerepléssel, valamint azzal, hogy én akkor úgy éreztem, hogy akár elvi közös alap lehetne az akkori Fidesz-szel is, liberális alapon. Természetesen itt még ez nem a klasszikus időszaka a pártok versenyének. Ja. Mi ezt úgy éreztük meg, hogy is mondjam, amikor találkoztunk egymással, szinte úriemberek klub találkozója, ahol alapvetően egyetértettünk a tisztességes részvételben, egymás respektjében, a rendszerváltás iránti elköteleződésben, és talán szokatlan, amit most mondani készülök, az, hogy ha igazán belső torzsalkodások, harcok voltak, ezek legalább erősek voltak az egyes pártokon belül, mint az egyes mozgalmak között. Történetesen a múlthoz való viszony, a radikális, kevésbé radikális, kooperatív, koalíciós hajlamú megközelítések. Nyilvánvaló volt ugyan, hogy ekkor a polgármestert a képviselők választják, de ugyanakkor, hogy kit jelölünk, itt már szinte hasadásig tudott eljutni az SZDSZ is helyben. Én a magam részéről azt képviseltem, hogy hát kérem szépen, én személyesen is nagyon kötődtem és kötődöm Balsa Istvánhoz. Úgy éreztem, hogy Balsa Istvánnal nyerni lehet. Én nagyon szerettem volna akár mellé állni, akár őt fölvállalni. Ez is egy törést okozott akkor a helyi szervezeten belül. Nos, idét folytatjuk természetesen, de miként éltem meg a képviselő úr? Nagyon sok mindent elmondott Béla barátom, mert együtt dolgoztunk még 90-ben, mikor legalábbis amikor megismertem őt, ez az akkori SZDSZ-ben volt. Én nem jártam lakitelken, tehát az MDF-hez én nem kötöttem. Én általában Székesfehérváron figyeltem a mozgalmokat, hogy alakulnak ezek a dolgok. Kezdődött a négyigenes népszavazással, amiben részt vettem, az volt az első igazán nagy olyan tett, olyan cselekedet, ami megrázta fel, ébresztette az embereket, hogy itt valami változás kezdődik, mert a négyigenes népszavazás ugye erről szólt, hogy nagyon sok mindent megváltoztatni. És én valahogy, tehát nem az MDF felé, az SZDSZ felé csapódtam, éppen azért, amit Béla itt elmondott, mert a legradikálisabb, a radikális párt az SZDSZ volt, tehát mindig akcióban voltak ott az emberek, és valóban a párton belül voltak személyes konfliktusok és küzdelmek, ilyen volt például a polgármester személye is. Emlékszem rá, hogy Béla valóban Balsa István szerette volna felkérni, és többen ugye a párton belül azt mondták, hogy hát szó se róla, hogy a népfrontos Balsa Istvánt nem vállalhatja az SZDSZ, egy radikális párt, és másfelé haladtunk el, de Bélának volt végül is lett igaza, mert hogyha mi akkor Balsai István mögé állunk és felkérjük, mert Balsa István hajlandó lett volna az SZDSZ jelölésében polgármesterként indulni, akkor az SZDSZ agyonnyerte volna magát, ahogy a Fidesz akkor agyonnyerte magát. Nem volt annyi emberük a listán, hogy ki tudják tölteni az összes mandátumot végül is. Tehát, hogyha mi akkor Balsa Istvánt vállaljuk fel, akkor az SZDSZ agyonnyeri magát az első választásokon. Hogy történt a felkérés, még az volt a szó? Hát itt is ugye mindenki a lakóhelye szerint, én Palotavárosban éltem már akkor, és hát mondták a barátaim, hogy neked nagyon jó lesz Palotavárosban az egyéni választókörzetben indulni. Először én még ugye sok fogalmam nem volt erről az önkormányzatiságról, mert korábban nem találkoztunk vele. Hát majd beletanulunk, gondoltam, megpróbáljuk, elindulok és meglátjuk, hogy hogyan alakul a dolog. És hát első alkalommal mindjárt a kopogtató cédulák gyűjtésével már éreztem, hogy itt nem lehet baj, mert nagyon sok kopogtató cédulát kaptam, hozták az emberek az irodába, nekem személyesen adták le azokon a helyeken, ahol le kellett adni.
és nagyon sok kaputató cél lett, és végül a választást is magasan megnyertem, tehát az első választás 90-ben így lettem Palotaváros dél képviselője, ami nagy örömmel töltötte nyilvánvaló, és nagyon nagy lelkesedéssel indultam az akkori munkában. Tehát érdekes dolgok voltak ezek, valóban egy euforikus hangulat, mindenki várta a változást, és mindenki bizakodott, csak mondom, az SZDSZ-ben, és sajnos oda is csapódtak, megmondom őszintén, olyan emberek, akik nagyon radikálisak voltak, tehát túl radikális emberek, amit már egy liberális párt nyilvánvaló, hogy már nem tudott akceptálni. Ami nagyon fontos, akkor ismerkedtem meg én is nagyon komoly emberekkel, Tölgyesi Ferencet említeném, nekem a legnagyobb politikus abban az időben Tölgyesi Ferenc, Kis János, Péter. Az SZDSZ-ből Kis János. Tölgyesi Péter. Valóban, köszönöm szépen. Tölgyesi Péter, nagyon nagy politikus volt, gyakran járt Székesfehérvárra, itt találkoztunk, beszélgettünk, Mórra jártunk, Móron voltak még, nagyon sok olyan emberek, akik a párthoz csatlakoztak, és Kis Jánosék pedig Pestről. Kis János, és egy nagyon nagy politikusnak tartottam, tehát ez volt az a kör, akivel mi állandóan találkoztunk. Még egy adalék a Fideszhez. Én is Fidesz-SZDSZ jelölt voltam 90-ben. 90-ben a helyi fideszes jelölteknek mi SZDSZ-esek gyűjtöttük össze a kobogtató cédulát, tehát Nagy Istvánnak és Hagymási Andrásnak, de meg még nem is tudom, hogy kik voltak, akkor voltak többen. Mi gyűjtöttük össze a kopogtató cédulát, SZDSZ-ek, és úgy adtuk. Golubev, így van. Tehát mi gyűjtöttük össze, és végül is szereztük meg azt a mennyiséget, ami kell. Tehát ilyen volt az együttműködés akkor. Valóban egy baráti közösség volt még akkor, nem volt ekkora ellentét a pártok között, főleg nem a Fidesz és az SZDSZ között az első. És ez önnél, ez így van, mindestova 30 esztendeje, de erről majd később. Viszont engedjék meg, hogy felidézzem, hogy mit mondtak közvetlenül a választások után Jungberg Béla. Ugye régész vagyok, a Fejér megyei múzeumok igazgatóságon dolgozom. A testületben mindenek előtt pártállástól függetlenül a kerület lakosságának napi gondjait, törekvéseit szeretném felvállalni, képviselni. Eredménynek érzem, hogy az önkormányzati testület alapvetően liberális meghatározottságú és a Fidesz-SZDSZ szövetsége. Remélem, hogy a liberális törekvéseket fog támogatni. Mi valósult meg ebből? Ezt kevés. 30 esztendeje mondta ön. Kevés. Az első 4 esztendeje. Én azzal szeretném kezdeni, hogy személyemben nem biztos, hogy jellemző képet tudok rajzolni. Én soha nem kívántam karrierpolitikus lenni. Nem kívántam ebben részt, a szabadságomat kívántam megőrizni, és ugyanakkor megéltem azt némi rossz érzéssel, hogy politikussá vált barátaim, a hatalom megszerzésének és megtartásának, hát akár helyi szinten, valamint a politikai pártok egymásnak a fogságában vergődnek. Én szabad értelmiségi emberként nehezen éltem meg azt a jellegzetes képet, emlékszem, hogy az országban is akkor felgyorsultak az események, és összegyűltünk, beszéltünk más párthoz tartozó emberekkel, barátainkkal, és óvatos, újdonsült, tapasztalat nélküli politikus társaim lesfelesték a budapesti híreket, hogy saját pártközpontjuk vajon mit mond az éppen aktuális nagy kérdésekről, hogy aztán azt felkarolva, szajkózva lehessen közvetíteni. Én a magam részéről más pályát választottam, köztisztviselő lettem, és 1991-től 2015-ben történt nyugdíjba vonulásomig, teljes meggyőződéssel, teljes hittel és lojalitással szolgáltam a belügyminisztériumban is, a külügyminisztériumban is, vezető tisztviselőként is azt a kormányt, amelyet a magyar választók maguknak választottak. Természetesen volt és van magánvéleményem, de most ebben a beszélgetésben mindenek előtt annak szeretnék hangot adni, hogy nagy-nagy rokonszenvvel, nosztalgiával, érzelmi telítettséggel gondolok vissza erre az első önkormányzati választásra, amikor valóban egy világ változott meg. Azon tényezők mellett, amelyekről Farkas László barátom az előbb beszélt, talán azt említeném, hogy intenzíven dolgoztunk egy helyi program kialakításán, amivel támogatást tudunk találni, ami nem mehet távol, sőt, bele kell illeszkednie az országos
szervezetünk programjába, azzal nem lett ellentétes. Mindazonáltal kutatva kerestük és leltük fel azokat a tényezőket, amelyek a helyi értelemben az infrastruktúra fejlesztéstől, az intézményfejlesztésig, a közlekedéstől, a lakáskérdés rendezéséig. És azt kell mondanom, hogy bár nem sokáig tartott Tiszavirágúnak bizonyult az a érzelmeimben, politikai meggyőződésemben prioritás, hogy valahol, ha már leülünk és beszélünk, és a világ értelmezéséről beszélünk, a politikai, a közéleti világ értelmezéséről, akkor nem, hogy törés lenne, de alapvetően nézetrokonság van a Fidesz és az SZDSZ között. Amikor viszont ennek nem sikerült hangot adni, egyéni érdekek, a helyzet még rosszabb lett számomra, az elfogadhatatlanságig feszült a dolog saját pártommal szemben, amikor olyan kérdésekben, mint a határon túli magyarok kérdése, vagy a történelmi egyházak kérdése, vagy a doktrinér liberális, maradjunk ennyiben, hogy a másság kultuszához kapcsolódó kérdésekben nem tudtam egyszerűen azonosulni azzal a doktrinér liberalizmussal. Nem beszélve arról, hogy megpróbáltunk itt helyi szinten egy klasszikus nemzeti liberális gondolatot megfogalmazni, olyannyira, hogy amikor elborított a Budapestről érkező doktrinér elvárás, akkor többen értelmiségi hátterű barátaimmal egy liberális kör létrehozása mellett döntöttünk, ahol legalább megpróbáltuk sajátosan értelmezni azt a szabad elvű elköteleződést, amelyet vallottunk, csak úgy éreztük, hogy begörcsösödik, mi pedig igyekeznénk függetlenségüket ebben megőrizni. Ugyanakkor az is egyfajta törés volt, hogy bár nyilván a Balsa István polgármesterként történt megválasztása az általa irányított önkormányzat Fidesz többséggel. Hát nyilván úgy tudja artikulálni magát egy politikai formáció, hogy hasonlítja, viszonyítja a másikhoz, és nagyobbat, jobbat kíván mondani vagy kínálni. Ezzel szemben meg kell mondanom, hogy én alapvetően azonosulni tudtam azzal a főirányjal és azzal a dinamikával és azokkal az eredményekkel, amelyeket Balsa István vezetése alatt az első 4 évben sikerült elérni. Részben elérték, részben nem, de kezdve hiszen egy nagyon nehéz időszak volt, munkanélküliség, infláció, a keleti piacok elvesztése, feszültségek, taxisblokád, megint hát a párton belül ugye Tölgyesi Péter lemond, jön Pető Iván, tehát mozog minden, és ebben az időben valóban az tűnt a leglogikusabbnak itt helyi szinten, hogy a helyi programban jó pontokat határozzunk meg, és azokat próbáljuk meg a partnereinkkel, nem csak koalíciós partnereinkkel, hanem a résztvevőkkel felvállaltatni. És ekkor indulnak el olyan gondolatok, hogy a megyei jogú város kérdéskör, az elkerülő út, az inkubátorház, számos olyan dolog, ami egyelőre elvi szinten elindul, később aztán fokozatosan ezek a dolgok beállnak, és azon voltunk, hogy ne a Budapestről importált és hozott elvi kutyacsontokon rágódjunk, hanem próbáljuk meg érvényesíthető, hatékony válaszokat adni és implementálni azokat helyszinten. Nos, hát ez így is történt. És akkor idézném most képviselő urat, jelenleg Székesfehérváron a könnyűfélműben dolgozom, mint művezető. A programom közül szeretném kiemelni a körzetben lakó polgárok ellátás színvonalának emelését, tekintve, hogy a lakótelepünk környezetének megváltoztatását, mivel az utóbbi időben ugyancsak elhanyagolt volt. Célom a város érdekeinek maximális képviselete, mert úgy érzem, hogy jövőben igen egy komoly problémákkal állunk szemben, ilyen növekvő munkanélküliség, a tömeges elszegényedés és a lakásgondok okán. Ezek nagyon is valóságos szavak, hiszen aki a Lenin lakótelepen, akkor már nem Lenin lakótelepen élt, és abban a körzetben az bizony szembesülhetett vele, hogy ennek minden szava igaz. Miként sikerült ezt a tervet megvalósítania? Valóban így van, ahogy így visszagondolok én is a nyilatkozatomra. Így indult el 90-ben az élet Székesfehérváron. Ugye minden megváltozott polgármester vezetésével,
a helyi gazdaságot kellett beindítani, gazdaságot kellett támogatni, meg kellett oldani a lakáskérdést, hogy rengeteg, akkor az állami tulajdon lebontása történt, és az önkormányzat nagyon sok megkapta a lakásokat, a bent élő, vagy a bérlakásokat. Rengeteg olyan területet kapott az önkormányzat, korábbi állami tulajdonnak a tulajdon alatti földterület az önkormányzathoz került, megindultak az ipari parkok, soha nem felejtem el a Roranger például Balsai István vezetésével Székesfehérváron kapta meg a területeket és építette az első lépéseket az ipari park létrehozásában. Nagyon sok ember akkor vásárolhatta meg ezeket a lakásokat, amelyek már állami lakások voltak, de önkormányzati bérlakások lettek, és nagyon sokan vásárolták meg ezeket a lakásokat. És ugye az állami tulajdon lebomlott, alakultak a különböző cégek, KFT-k, és az emberek ott kezdtek el dolgozni, ott próbálták az életüket szebbé, jobbá varázsolni. És valóban Palotváros, mint önmagában városrész, mint a többi városrész is, valóban régi, lepusztult városrészek voltak, elhanyagolt utakkal, parkok, szinte közösségi terek nem voltak, játszóterek is nagyon elhanyagoltak voltak. Tehát ebben kellett valami, egy olyan életteret teremteni Palotavárosban, ahol mindig azt mondtam, az emberek úgy érezzék magukat, hogy hazamennek. Tehát nem elég csak egy lakótelepen élni. Ugye mi a lakótelep, egyszer kérdezték tőlem a lakótelep és a közösség közötti különbség. Ugye a lakótelep azt létre lehet hozni, meg lehet építeni az épületeket tele emberekkel. A közösség az más, azt létre kell hozni, segíteni kell a létrejöttét, támogatni kell, és valóban egy olyan helyen, ahol az emberek is egymáshoz közel érzik magukat, leállnak egymással beszélgetni, elmondják a problémákat, bajokat, de ehhez közösségi tereket kellett létrehozni. Hát ez sikerült Palotavárosban is, és a városban nagyon sok helyen, főleg az utóbbi 15 évben nagyon sok közösségi teret hoztunk létre. És azok az álmok, amelyeket mi akkor megálmodtunk 90-ben, úgy érzem, hogy nagyon nagy mértékben, nem 100%-ban, mert olyan nincs, hogy 100%, mindig lehet jobbá tenni, de nagy részben megvalósultak, és most ha valaki elmegy Palotavárosban, és megnézi a régi archív fotókat, a mostaniakkal összehasonlítja, óriási különbség van közöttük. Nagyon fontos, többen támadták korábban a panel programot. Ugye korábban indult el a panel program, a panel lakások külső szigetelése, homlokzati szigetelés, nyílászárok csere. Hát teljesen más képet kapott ezzel is a városrész, tehát egy emberibb képet, egy melegebb, otthonosabb képet kapott a városrész ezzel is. Tehát az állami tulajdon lebontása, ez volt egy nagyon fontos feladat. Az önkormányzat megtalálja a szerepét ebben az egész helyzetben, hogyan tudja segíteni az induló vállalkozásokat. Hát azzal tudtuk, hogy a segíteni, amit említettem, hogy jött Loranger, földet biztosítottunk, itt a föld, építs meg az utakat, az infrastruktúrát, és majd az ipar oda le tud telepedni. Utána az önkormányzat nyilván utakat és ezeket az infrastruktúrát átvette, üzemeltette, de volt egy ember, aki elindította. Tehát észre kellett venni, és ebben tudom én is azt mondani, hogy Balsa István egy nagyon bölcs ember volt, mert észrevette azt, hogy hogyan lehet Székesfehérváron minél gyorsabban, minél könnyebben átállni, ezeken a problémákon túl lenni, szegénység, munkanélküliség, mert serkentettük mi is a magunk eszközeivel, serkentettünk az iparnak a kialakulását. Megismertük azokat az embereket, akik akartak valamit tenni, és kértük, jöjjenek. Az iparüzési adót emlékszem, utoljára vezette be Székesfehérvár. Az országban mindenhol volt már iparüzési adó, és legutoljára Székesfehérvár vezette be. Ez is egy olyan lökés volt az ide települő iparnak, amely vonzotta és vonzóvá tette Székesfehérvárt. Tehát nagyon izgalmas kérdések voltak ezek, de úgy érzem, hogy nagy rész sikerült ezen túl lenni, és nagyon nagy lépésekkel előre haladni. Nos, hát én azt hiszem, hogy ez volt a végszó. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, hiszen ez egy olyan időszakot idéztünk fel, ami azt hiszem, hogy minden székesfehérvári számára kiemelten fontos ma 2020-ban is, hiszen láthatjuk az eredményét, és amikor visszagondolunk, akkor önök ezért nagyon-nagyon sokat tettek. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Ezünk köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra.